manyugárdisták Száraz Ajta és Csíkszentdomokos után Gyergyószent Miklósra mentek, ahol három széket lőttek agyon. 1944. októberében Egeresen további 13 embert, Bánffy Hunyadon pedig 11 helyi magyar lakost gyilkoltak le. Az egyik ilyen önkéntesnek az 1946-os vallomásából tudjuk, hogy nagyon sok volt a köztörvényes bűnöző köztük. Úgy fogalmazott Emil Bobánk, hogy az önkéntesek 10%-a tisztességes ember volt, volt 40% börtöntöltelék, a többi pedig megbízhatatlan. Tehát el lehet képzelni, hogy amikor végig vonulnak oltjánuék az Olt mentén Sepsiszentgyörgytől fölfelé, a korabeli sajt, illetve a visszaemlékezők szerint végig fosztogatnak. Itt tartották talán 3 nap magukat, itt főzettek, sütettek, ittak, részegeskedtek, szóval olyan nemzetség volt. Nem, könyörtelenek voltak, hogy másképpen fejezzem ki magamot, könyörtelenek. Egy évvel a tragikus események után, 1945 tavaszán, a brassói haditörvényszék megkezdte a manyugárda bűnperének tárgyalását. Gavril Oltánu parancsnokot életfogytiglani börtönre, 10 társát pedig néhány évre ítélték el. A hadsereg többi tagját felmentették, az áldozatok halálát pedig háborús balesetnek minősítették. A gárdisták nagy részét felmentik, és a tanúkat pedig a vádlottak padjára ültetik. Teljesen bizarr történet, de elképesztő az, hogy a szenvedőfél egyszer csak azon veszi észre magát, hogy őt vádolják, azzal, hogy román katonákat öltek meg, hogy a front keresztül ment a front, ez egyszerűen hazugság. Lényeg az, hogy ezek a székelyek éveken keresztül járták a bíróság tárgyas, illetve éveken keresztül ültek börtön, és soha nem rehabilitálták őket. A vérengzést követően a közvélemény felháborodása olyan nagyfokú volt, hogy a manyugárdát kénytelenek voltak feloszlatni. Andrej Vyshinsky, szovjet külügyminiszter helyettes úgy vélte, Erdélyben önhatalmulag jelentek meg az önkéntes alakulatok, akik nem csak terrorizálták a magyarokat, de aljas fejvadászatot is rendeztek ellenük. Éppen ezért a Vörös Hadsereg 1944. novemberében parancsot kapott a gárda teljes feloszlatására.